Csökken a Tisza szennyezettsége. 1,3 milliárd forintos beruházás segíti, hogy hulladékmentes legyen a felső Tisza vidéke. Biciklis balesetek. A legtöbb probléma abból adódik, hogy a kerékpárosok figyelmen kívül hagyják a KRESZ szabályokat. Változatlan árak, színes előadások. Számos bemutatóval indul az új évad a Móri Zsigmond Színházban. Jelentősen csökken a Tisza szennyezettsége egy 1,3 milliárdos beruházásnak köszönhetően. Erről beszélt Áder János Vásáros Naményban a Felső Tisza vidéki hulladékmentesítési projekt átadásán. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A köztársasági elnök kiemelte, a Felső Tisza vidékén az elmúlt 15 évben jelentősen megnőtt az Ukrajnából érkező kommunális hulladék mennyisége. A beruházásnak köszönhetően azonban már az árvizek idején be tudnak avatkozni a szakemberek. A Vásáros-Naményi Tisza híd alatt állították fel azt a gépparkot, amely egyike a Felső Tiszai hulladékmentesítési projekt rendszerének. Ezen kívül még három másik helyen alakítottak ki kárelhárítási helyet, ahol az Ukrajnából érkező hulladékot ki lehet emelni a Tiszából. A projektet kedden délután adták át Vásáros-Naményban, melyen Pintér Sándor belügyminiszter és Áder János köztársasági elnök is részt vett. Ünnepi felszólalásában az államfő egy korábbi vizitúrás élményéről számolt be, amely alkalmával ő maga is megtapasztalta, hogy mennyi szemét érkezik hozzánk Ukrajnából. Már a vízreszállás pillanatában feltűnő volt, hogy egy lapos réten közelítettük meg a Tiszát, hogy rengeteg petpalac volt már akkor. És azt, hogy ahogy jöttünk lefelé, borzalmas idő volt, három napon keresztül esett az eső, tehát nem volt igazából ideális. De folyamatosan láttuk, különösen a visszaforgó részeken, a csendesebb részen a Tiszának, ahol föltorlódott rengeteg petpalack. És amikor kikötöttünk az egyik szálláshelyünkön, magyarok fogadtak bennünket, egy kemping volt, és mondtuk, hogy hát hogy néz ki ez a folyó. Mondták, hogy ó, hát ez semmi. És mutattak fotókat a korábbi időszak szennyezéséről, amikor voltak olyan napok, amikor a jobb parttól a bal partig lényegében teljes borítása a Tisza felületének műanyag palackkal volt. A teljes felületét beborította. A köztársasági elnök hozzátette, a szennyezés nem tőlünk származik, nekünk mások szemetét kell eltakarítanunk, ami csak állami szerepvállalással történhet. Ehhez egy kormányzati döntés is született, amely mintegy 1,3 milliárd forintos forrás biztosított a Felső Tiszai hulladékmentesítési rendszerek kiépítéséhez, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója szerint nemzetközi szinten is egyedülállónak számít. A cél az, hogy a Ukrajnából, illetve Romániából érkező kommunális, illetve egyéb hulladékot meg tudjuk fogni a Tisza folyón és el tudjuk távolítani, és ennek egy egyedi gépparkot kellett összeállítani, hiszen ilyenre nem igazán van nemzetközi példa. A projekt keretében először négy megfigyelő kamerát helyeztünk el, hármat Ukrajna területén, amelyek képesek éjjel-nappal figyelni a folyót. Ebből az egyik hőkamera, ami a petpalacra különösen érzékeny. Ez alapján kiépült egy monitoring rendszer, és a monitoring rendszer eredménye alapján négy kárelhárítási helyet alakítottunk ki, ahol ez a hulladék kiemelhető megfelelő géplánccal. Ez nem egyszerű, ez úszadékterelő úszályok kellenek, kotrógépek, amelyek kiemelik, konténerek, amivel gyűjtjük és elszállító kapacitás megtervezése, illetve beszerzése szükséges volt. Láng István hozzátette, a négy egység 48 órán belül képes lesz beavatkozni, melyekkel kezdetben 70, majd később akár 90% körüli hatékonysággal lesz megtisztítható a Felső Tisza vidéke. Egyre több a kerékpáros az utakon, ezzel együtt a balesetek esélye is folyamatosan nő. A legtöbb abból adódik, hogy a biciklisek figyelmen kívül hagyják a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat. Felmérésekből az is kiderült pedig, hogy a kerékpárral közlekedők 70%-a jogosítvánnyal rendelkezik, tehát tisztában van a rájuk vonatkozó szabályokkal. Egy 45 éves amerikai nő állította fel az aktuális sebességrekordot kerékpáron, ami 295 km/h volt. Egy mai korszerű bringával akár 100 km/h is lehet haladni, az átlag sebesség azonban szerencsére csak 20 km/h körül mozog. Azonban még így is nagyon magas a kerékpáros balesetek száma országszerte, így megyénkben is.
A polisz.hu kimutatásán jól látszik, 2019-ben a januártól júliusig terjedő időszakban a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 10%-ában kerékpáros volt a baleset okozója. Ezt azonban nem mindig ilyen egyszerű megállapítani. A gépjármű vezető, ha látja, hogy az egyik jármű már megállt szemből, és el fogja engedni a kerékpárost udvariasságból, tehát megáll, int, hogy tessék parancsolni, áthaladni, akkor a kerékpáros megindul és hajt. Igen ám, csak a szemből érkező Korányfés utcán például a város fele közlekedő gépjármű nem áll meg, és elgázolja a kerékpárost. Na itt van az, hogy közös a felelősség, mert a kerékpáros egyszer egy stopptáblát, a járművezető pedig nem vette figyelembe, hogy ott már vele szemben egy gépkocsi megállt, tehát elengedte a kerékpárost. Na ez az, amire sokkal nagyobb figyelemmel kell, hogy legyenek. A kerékpárosok egy része igyekszik minden rá vonatkozó kressz szabályt betartani, de mindig vannak kirívó esetek is. A fülhallgató használata például növeli a baleset kockázatát, mivel a bringázó ilyenkor nem hallja a környezeti zajokat. Tilos telefont használni kerékpározás közben, a kormányt két kézzel kell fogni, és figyelni kell a 7 kötelező kerékpár kiegészítőre is. A kerékpárutaknál, illetve az átvezetőknél a közúti jelzőtáblákra és felfestésekre hívják fel a figyelmet a szakemberek, hiszen egyre több a kerékpárút Nyíregyházán is, jelenleg több, mint 70 kilométer. Túl sok lett az a forgalmi helyzet, amivel eddig nem voltak megszokva, nem volt ismert a kerékpárosok előtt, gondolok itt a sok kerékpárútra, közút kereszteződése. Aztán van egy másik nagy probléma, én úgy gondolom, hogy a burkolatjelek, melyet felfestettek, mint kerékpár átvezető a kereszteződésekben. Ezen burkolatjeleket nagyon sokan tévedésből és nagyon rosszul értelmezik. Ezekben a kereszteződésekben, ahol kerékpáros átvezető pontok vannak, az nem azt jelenti, hogy automatikusan elsőbsége van a kerékpárosnak. Illene nézni az elsőbségadás táblákat, a kanyarodás szabályát, és akkor nem lenne ennyi kerékpáros baleset. A kerékpárosok anonim módon közlekedhetnek, nincs rendszám, ami alapján beazonosíthatóak lennének a szabálytalanság elkövetése során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabályokat nem kell betartaniuk. A kerékpárra a közlekedők 70%-a jogosítvánnyal rendelkezik, vagyis mindössze 30% körüli azok aránya, akik a tudatlanság miatt szenvednek balesetet. Ők jellemzően az idősebb korosztály tagjai, vagy még kiskorúak. 3 nappal a tragédiát követően megtalálták a 24 éves nyírbátori férfi holttestét Gergely Ugornyán. Születésnapját ünnepelte szombaton barátaival, az üdülővezetben béreltek faházat, és órákkal a strand bezárta után döntöttek úgy, hogy megfürdenek a Tiszában. A férfi túlúszott a még fürdésre kijelölt területen, majd elmerült. A speciális mentők szonárral és mentőcsónakkal keresték a vízbe fulladt szemét, akinek esélyesen volt a túlélése. A rendőrség a továbbiakban is vizsgálja az eset körülményeit. A kormány augusztusban döntött arról, hogy rezsiutalványokkal támogatja a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők víz- és gázszámláinak kifizetését, hangzott el a Fidesz-keddi sajtótájékoztatóján. Ez 3 darab 3000 forintos címletű utalványt jelent személyenként. Nyíregyházán közel 31 ezeren kapnak utalványt, ezeket jövő év március 31-ig használhatják majd fel. A tájékoztatón az is elhangzott, a városvezetés emellett saját forrásból is segíti a nyugdíjas korosztályt a városban. A város nagyon sok családnak, 700 családnak adott tűzifát, ebből 200 családnak ki is szállítottak, hiszen nem tudták elszállítani, nem voltak olyan lehetőségeik, de brikettet is jelentős mennyiségben osztott a rászoruló családoknak. Tehát azon túl, hogy a kormányzat döntése pozitívan érinti ebben a vonatkozásban a városunkat is, hiszen közel 31 ezer nyugdíjas fog részesülni rövid időn belül ebben a támogatásban, a város is saját forrásból folyamatosan hozzátesz ehhez a rezsitámogatáshoz, a saját forrásait felhasználva. A felnőtteket 5, a gyerekeket pedig 2 nagy színpadi bemutató várja a Nyíregyházi Színház új évadában, amelyben kamara színpadi és művésstúdiós előadásból sem lesz hiány. A teátrumba idén is sok vendégművész érkezik, és több új taggal is, főleg fiatalokkal bővült a társulat. Tartalmas nyarat tudhat maga mögött a Móri Zsigmond Színház. A főbb eseményekről, számadatokról hétfőn az évadnyitó társulati ülésen számoltak be.
Elhangzott két darabjukkal négy fesztiválon is részt vettek az elmúlt hónapokban. A Vidor Fesztivál keretében pedig mintegy 7000-en látták 32 előadásukat, amelyeket átlagosan 90% feletti nézettséggel játszottak. A társulat készen áll az új szezonra, amely pénteken kezdetét is veszi a Színházi Bestiák című darabbal, Verebes István rendezésében. A jegy és bérletárak a régiek maradtak a változatosnak ígérkező új évadban is. Öt nagyszínpadi bemutató várható a felnőtteknek, és két nagyszínpadi a gyerekeknek, ezen kívül négy kamaraszínpadi előadás és három művésstúdiós előadás, tehát nem fogunk unatkozni, rengeteg bemutatónk lesz. Leginkább vendégszínészek érkeznek hozzánk, ezek között lesznek, akik gyakorlatra jönnek, hárman, 15-en frissen végzett egyetemisták, tehát pályakezdő színészek, és 6-an pedig már ismert művészek, többek között Kálid Artúr vagy Mersz Tibor például. A bemutatók címei között találjuk a Tanár úr kéremet, az Úri Murit és az 1001 éjszakát is. A nyár közben a pályázatok szempontjából is sikeresnek mondható. 16-tal nyertek összesen mintegy 130 millió forint értékben. Ebből 50 milliót a jövő évi Vidor Fesztiválra költhetnek, de színházi nevelésre, a pályakezdő színészek támogatására, könyvkiadásra és érzékenyítésre is kaptak pénzt. Felújításból sem volt hiány a Nyíregyházi Teátrumban. Megújult a Krúdi Kamara nézőtéri váró része, emellett színpadfestésre, lámpacserére és épületgépészeti karbantartásra is sor került. Fontos az, hogy legyen olyan presztízse, diplomáciai erő is legyen egy színház mögött. Az évadnyitón a polgármester a város és a színház kapcsolatáról beszélt, és kiemelte a színházat is érintő infrastruktúrális fejlesztés sorozatot. Kezdtük a ciklust a 2010-ben, ugye megújult a színészház, az nagyon fontos volt a színészek lakhatása miatt. Aztán ugye jött a szabadtéri, a Bencsvilla, a parkok felújítása, és a színházon belül is, tehát mint például itt vagyunk a kamarateremben, ennek a mostani felújítása, illetve a felújítása most fejeződött be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan szükséges fejlesztés volt, ami nem látható, de mégis a színvonalas előadásokhoz szükséges. A fejlesztéseknek pedig nincs vége. A színház melletti Kállai kúria és volt Hemó épület is megújul, várhatóan jövő nyára. A tervek szerint utóbbiba költözik majd a teátrum jegyirodája, lesznek benne vendéglátó egységek is, de főarculatát a színházi világ adja majd. A színházi funkciója még egy rendezvényterem, ahol alkalmanként miniprodukciók bemutatására lehet lehetőség, illetve a kerthelyiségben egy pódium színpad felállítása, a nyári hónapokban lehetőségünk lesz itt is kis minidrámák vagy mini előadások bemutatására, valamint egy 3D-s mozi, ami az attrakcióknál egy lényeges elem. Itt különböző színházi korokat bemutató filmek lesznek láthatóak 6 nyelven. Az új évadra visszatérve, presztízs a színház számára, hogy Macbeth című előadásuk várhatóan a Fővárosi Nemzeti Színházban vendégszerepelhet. Elismerte bűnösségét az a fegyveres rabló, aki január elején géppisztollyal kirabolt egy Mária Pócsi benzinkutat. A nyírbátori járásbíróság előkészítülést tartott TJR vádott ügyében kedden. A bíróság fegyveresen elkövetett rablás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntettével vádolja a fegyveres rablót. Kedreggel kezdődött a Mária Pócsi benzinkutas rablás ügyének tárgyalása Nyírbátorban. A vádirat szerint a vádlott 2019. január 5-én a 49-11-es számú főúton egy Mária Pócsi benzinkúthoz érkezett autójával, ahol egy műanyag kannába benzint tankolt. Ezután bement a benzinkút üzletébe, ahova magával vitte géppisztolyát, és felszólította az ott dolgozót, hogy adja át neki az üzlet bevételét. A fenyegetés hatására a sértett átadta a pénztárban lévő 447.000 forintot. A vádlott ezt elrakta, majd elhagyta a helyszínt. A rendőrség a 41-es főúton elfogta a vádlottat, lefoglalta a 447.000 forintot, a lőfegyvert és 23 darab töltényt. Ezután otthonában még több darab és több fajta lőszert is találtak. TJR vádlottnak nem volt sem fegyvertartási, sem fegyverviselési engedélye.
A keddi előkészítő ülésen beismerte bűnösségét. Védőjével együtt kérték igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakértők, valamint tanúk megidézését. Ezt az ügyészség is kérte. A tárgyalás október 29-én folytatódik szakértők és tanúk meghallgatásával. A bíróság fegyveresen elkövetett rablás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntettével vádolja a fegyveres rablót. A Pesterzsébeti SMTK csapata nyerte a hétvégi balkányi nemzetközi birkózó versenyt. A több mint 200 sportoló részvételével zajló tornán mindkét nem képviseltette magát, akik egymással is megmérkőztek. A versenyen a helyi egyesület tagjai is szőnyegre léptek, és 3 arany, 1 ezüst, valamint 3 bronzérmet szereztek. Fiatal birkózókkal népesült, de szombaton a balkányi általános iskola sportcsarnoka. Itt rendezték meg immár 8. alkalommal az összetartozást Celspán kupát, amely nagyjából 2 héttel a Diák Olimpia területi döntője előtt egy jó felmérőnek számított. Kis helyi versenynek indult ez, és most már elértük azt, hogy nemzetközi versenyünk is van. Jelen pillanatban 262 gyerek nevezett, nem csak Magyarországról, hanem Szerbiából, Ukrajnából, és az erdélyi településekről, Erdélyből is 2 csapat van itt, úgyhogy hatalmas versenyre szükség. Lassan ezt a helyet kinőjük, de bírjuk a gyűrődést. Még egy utolsó egyeztetés edző és tanítványa között, mielőtt elkezdődik a mérkőzés. A versenyre lányok is érkeztek, akik nem csak egymással, hanem a fiúkkal is összemérték tudásukat. Erre szabadfogásban serdülőkorig van lehetőség. A küzdelmek 4 szőnyegen zajlottak a város birkózó szakosztályának legnagyobb sporteseményén, amelynek országos szinten is egyre nagyobb presztízse van. 5 korosztály van, és gyakorlatilag mi is 5 korosztályt versenyeztetünk meg. 3 korosztályt, 4 korosztályt teljes súlycsoporttal, illetve a helyi gyerekeknek a súlycsoportját, tehát juniorban és kadettben szoktuk még meghirdetni. A megmérettetésre többen érkeztek Erdélyből is, 7 Korondról, 2 Marosvásárhelyről, 6 pedig Székelyudvarhelyről. Utóbbiak edzője szerint ez az esemény a baráti kapcsolatok ápolása szempontjából is fontos. Mindig nagy szeretettel jövünk ide a Balkányra. Ez az 5. alkalom, hogy részt veszünk ezen a szép és népes mezőnyön. Tehát azt mondom, hogy a gyerekeknek, mivel hogy ez felkészülési időszak, jó kezdés. A küzdelmeket népes szurkolótábor követte figyelemmel. A tornán összesítésben az ESMTK együttese végzett az élen az Eger és a Diósgyőr előtt a 25 résztvevő csapat közül. A helyiek pedig 3-3 arany és bronz, valamint egy ezüstérmet szereztek. Balkánban egyébként nagy múltja van a sportágnak, a 70-es évek vége óta van birkózó szakosztályuk. Nyíregyháza ad otthont az országos streetball sorozat idei utolsó előtti rendezvényének vasárnap. A Kossuth téren és környékén kialakított pályákon a klasszikus utcai kosárlabdában, illetve az olimpiai sportágnak számító 3x3-ban mérhetik össze tudásukat a csapatok. A sportág teremben űzött változatának bajnokságai hamarosan elkezdődnek, a csapatok már felkészülési meccseket játszanak, a szabadtéri szezon viszont lassan a végéhez közeledik. Az Adidas Streetball sorozat május közepén Kőbányán rajtolt, azóta még 8 város adott otthont a rendezvénynek. Vasárnap az országos döntő utolsó előtti állomásaként a nyíregyházi Kossuth téren és környékén rendezik meg a kosaras fesztivált. A 6 utánpótlás korosztály mellett a 23, illetve 35 év feletti, valamint vegyes kategóriában mérhetik össze tudásukat a csapatok. Péntek este 6 óráig lehet jelentkezni a streetballra. A streetball vasárnap lesz. 9 órától fognak kezdődni a mérkőzések. Lehet jelentkezni utánpótlás, felnőtt és vegyes kategóriában. Szeretnénk, hogyha minél többen jelentkeznének, és reméljük, hogy minél színvonalasabb lesz az a streetball. A programokról ugye lesznek ez a népszerű dobóversenyek, lesz a népszerű zsákolóverseny, illetve a brúság csapata is fog játszani, illetve egy bemutató mérkőzés fog játszani a centerpályán, illetve hát reméljük, hogy jó idő lesz, és jó hangulat fog tárni az a streetball.
A rendezvényre a határon túlról is várnak csapatokat a szervezők. A Streetball Fesztivál az induló együttesek számától függően valamikor a délutáni órákban ér véget. A győztes csapatok bejuttak az országos döntőbe, amelyet szeptember 14-én Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg a Városligetben. Esély sportnapot szervezett a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete és a Hieroteosz egyesület közösen szombaton Nyíregyházán. A rendezvénynek az esélycentrum biztosított helyszínt, ahol többek között ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat a résztvevők, valamint sakkversenyt is szerveztek. A két egyesület közös programja mindenki számára nyitott volt, így mozgáskorlátozottak és épp emberek egyaránt részt vettek a szombati esély sportnapon. Volt labdajáték, sakk, valamint különleges bicikliket és más járműveket is kipróbálhattak a résztvevők. A Hieroteosz Egyesület működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családbarát esélyteremtés és önkéntes házat, és ennek a programnak a keretében ma egy esély sportnapon vagyunk. Ennek a napnak a lényege az, hogy a fogyatékkal érő embertársaink és a mindennapi emberek közösen sportoljanak, és azokat a sportokat, azokat a dolgokat, amelyek a mozgássérült embertársaink sportolását megkönnyítik, a számukra kialakított játékokat megismerjék épp embertársaik is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az elfogadás, a befogadás az akkor valósul meg, ha megtanuljuk azokat a játékokat élvezni, játszani, amelyek számukra örömet okoznak. Ehhez hasonló sportnapot már korábban is szerveztek vidéken és Nyíregyházán egyaránt, valamint a jövőben is terben van ilyen jellegű program, ugyanis egyre népszerűbbnek számít, tette hozzá Kis András. Most pedig kiradunk végén, nézzük főbb híreinket röviden. Jelentősen csökken a Tisza szennyezettsége egy 1,3 milliárdos beruházásnak köszönhetően, erről beszélt Áder János vásárosnaményban a Felső Tisza vidéki hulladékmentesítési projekt átadásán. A köztársaság jelnök kiemelte, a Felső Tisza vidékén az elmúlt 15 évben jelentősen megnőtt az Ukrajnából érkező kommunális hulladék mennyisége. A beruházásnak köszönhetően azonban már az árvizek idején be tudnak avatkozni a szakemberek. Egyre több a kerékpáros az utakon, ezzel együtt a balesetek esélye is folyamatosan nő. A legtöbb abból adódik, hogy a biciklisek figyelmen kívül hagyják a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat. Felmérésekből pedig az is kiderült, hogy a kerékpárral közlekedők 70%-a jogosítvánnyal rendelkezik, tehát tisztában van a rájuk vonatkozó szabályokkal. A felnőtteket 5, a gyerekeket pedig 2 nagy színpadi bemutató várja a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház új évadában, amelyben kamara színpadi és művész stúdiós előadásból sem lesz hiány. A teátrumba idén is sok vendégművész érkezik, és több új taggal is, főleg fiatalokkal bővült a társulat. A jegy és bérletárak egyébként nem változtak a változatosnak ígérkező évadban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 3-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szerda reggelig erősen felhős vagy borult idő várható, majd estétől fokozatosan kiderül az ég. Délután este nyugat felől megszűnik a csapadék. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok között alakul. Szerda estig gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul. A folytatásban péntek délutánig a napsütés dominál, de a kánikula nem tér vissza. A hétvégén és a jövő hét elején azonban várhatóan csapadékosabb időszakra készülhetünk. Több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar, a maximum hőmérséklet pedig többnyire csak kevéssel 20 fok felett alakul.